keres engem. Népünk legtisztább áldozása, Váci Mihály naplója címmel irodalmi estre várták az érdeklődőket a szervezők a Váci Mihály Kulturális Központba. Köszöntőjében Mészáros Szilárd igazgató elmondta, az intézmény méltó módon kíván tisztelegni névadója munkássága előtt az emlékévben. A tankönyvkiadó pártszervezetének a vezetője, Steinné, azonnal körbe szaladgált, s kiadta a legszigorúbb utasítást, hogy senki sem merjen kivonulni. Felelősségre vonással fenyegetett engem is, amelyet egy rövid feliratban hírt adtam a dolgozóknak arról, hogy mi történik a városban, mikor lesz a felvonulás, és hívtam mindenkit a tüntetésre. Az 1949-től már Budapesten élő költő a tankönyvkiadó vállalat munkatársaként szerkesztői munkát végzett. Az 56-os eseményeket pontosan leíró napló tartalma változtatások nélkül került az irodalmi műsorba. Ez a mai alkalom, ez az 56-os eseményekről egy megemlékezés egyrészt, tehát a 56-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, illetve Váci Mihály 1956-os naplójáról, ami ki tudja, hogy miért, de nagyon hosszú időn keresztül nem jelenhetett meg a nyilvánosság előtt. 2012-ben jelent ez meg tulajdonképpen, Tasnádi Gábor irodalomtörténész, dr. Tasnádi Gábor. Ő találta meg, nem találta meg, hát kutatta ki, és fedezte fel tulajdonképpen a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és így jelentette ezt meg. De úgy terjesztve nincs. Az 56-os eseményeken jelenlévő Váci Mihály 16 oldalas naplója forrásértékű. Írása viszont csak az október 23-a és 28-a közötti történéseket rögzíti. Így a napló tulajdonképpen egy torzó. Nyomomban széjjel taposott galóca. Lobban a pletyka, hidd csak el. A legendám kigyúl, mint csipkerózsa. És ki jön felém majd saruit leoldva, szeresse lobogásom. Töviseivel. Azt hiszem, hogy az ember így, ahogy idősödik és tapasztalatokkal gazdagszik, ez is egy olyan úgymond időbefektetés volt számomra, hogy elszégyeltem magamat, hogy mennyi mindent nem tudok, és mennyi mindent nem tudunk, és nagyon nagy fontos, tehát fontos feladatnak tartom azt, hogy legalább mi, akik egy kicsit tudunk úgymond a néppel, az emberekkel kommunikálni, átadjunk neki olyan dolgokat, amik a mai napig is akár változhatnak, mert olyan új információkkal találkozunk, hogy nem lehet hátradőlni és megnyugodni, hogy valami úgy volt akkor. Engem megmondom őszintén felzaklattak a szövegek is, amiket összeraktunk és együtt összeolvastunk és dolgoztunk rajta. A legnagyobb meglepetés számomra az volt, hogy Váci Mihályról nem tudtam, hogy az 56-os forradalomhoz igenis nagyon-nagyon fontos köze volt. Váci Mihály naplója a műsorban fellépő valamennyi művészt megérintette, még inkább tapinthatóvá téve a forradalmi napok által felszínre hozott érzéseket. Nem igaz. Hát nem figyel senki, nem jegyez senki. Nem írják fel a nevünk. Ennyi ezer ember közül nincs egy sem, aki azt kiáltaná, hogy de elvtársak. Nem hittük. Nagyon régen megfogadtam, hogy én 56-ban nagyon mélyen érint a téma, és hogy nem fogok fellépni. Én ezt sokszor megfogadtam, és ezt tartottam is, vagy nem tudom, tizenvalahány éve. És most, ahogy a Péter megkeresett, számomra nagyon klassz volt az, hogy egy kötetlenebb irodalmi felolvasóestként közelítjük meg a dolgot, tehát nem ez a merev ünnepi dolog. Ugyanakkor az anyag maga olyan erős, hogy teljesen rabjai lettünk. A rendhagyó irodalmi est végén Váci Mihály Valami nincs sehol című versét a teltházas előadás közönsége a művészekkel közösen mondta el.